Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a márciusi rendezvényén a Veritas Történetkutató Intézetnek valamennyi kedves vendégét. Ha jól szétnézek a szokásos, korosztály szokásos érdeklődőkkel, a téma nem a szokásos. Van, akinek persze emlékük is fűződik hozzá. Amiről beszélni fogunk, azt annak idején egy dalban úgy fogalmazták meg, úgy kezdődött, hogy nem vagyunk mi fényes úri hadsereg. Na hát erről a nem fényes úri hadseregről, erről a munkássőrségről fog szólni a mai alkalom. Engedjék meg, hogy bemutassam a test két részvevőjét, méghozzá úgy, hogy ők saját maguk mutatkoznának be röviden. Először Illésházi Pétert, lévén, hogy Kis Dávid saját kollégánk. Parancsolj! Köszönöm szépen a szót, tisztelt hölgyeim és uraim! Illés Favi Péter vagyok, a Hadtörténeti Múzeumban dolgozom, és egy picikét tulajdonképpen outsider is, hiszen egyrészt a korszakom miatt én alapvetően 1920 és 45 közötti korszakkal foglalkozom, hadtörténelemmel, hadseregszervezéssel, fegyvernem történettel, de mint múzeumi történész és múzeológus, hát kapcsolatba kerültem most már több mint 15 esztendeje az 1945 utáni fegyveres szervezetek és testületek történetével is. Egy ilyen gyűjteményben dolgoztam, több mint 12 évig a fotóarchívumban, ebből 5 évig ennek a vezetője voltam, és egy csodálatos kincsre figyeltem ott föl, amit addig senki nem dolgozott föl, és ez pedig a Munkásőrség Országos Parancsnokságának a fotóanyaga, ami oda került a fotóarchívumba, benne foglalva a Munkásőr című lapnak a teljes 1957-től 1989-ig megjelent évfolyamait, és a hozzátartozó összes fotográfiát. Egy fantasztikus kincsesbánya ez, és aztán a másik részről, hogy ide tévedtem erre a területre, ha szabad így fogalmazni, hogy most már harmadik éve a NEB katonai, tehát a Nemzeti Emlékezet Bizottsága katonai munkacsoportjának vagyok az egyik kutatója, és hát ott részben a munkásőrségnek a személyi állományával is foglalkozom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor Kis Dávid tőlem jobbra, ez nem politikai meggyőződés, ez hely kérdése. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Én a Veritas Intézetnek vagyok a tudományos munkatársa, és hát a fő kutatási területem a részben a Kádár korszak, tehát a Rákosi korszak, és ezen belül is a fegyveres szervek történetének a kutatása, ezen belül a munkásőrsége. No, akkor in medias res, és adjuk meg a lehetőséget arra egy rövid összefoglalásra itt Péternek, ha már a két világháború közötti korszakot említette. Hát amikor én még kisrác voltam, és önök között is jó páran, akkor megjelent Magyarországon a Pártörténeti Intézet kiadásában a Határban a halál kaszál című opusz, bizonyos Prónai Pálnak a naplója. Ez a napló kvázi a különítményesek történetét dolgozza fel meglehetősen sajátos szerkesztéssel, sajátos összefüggésekben. Ha egy pár szót erről a különítményekről, ha itt mondanál. Hát hogyha most gondolkoztam közben, hogy hogyan kapcsolódik ez a munkásőrséghez, mindenféleképpen abból a szempontból, apák és fiúk, hogy bizonyos szempontból, és ez egy közös platform lehet, ugye karhatalmi feladatokat is elláttak ezek a különítményesek, hát meglehetősen sajátos módon értelmezve ezeket a karhatalmi feladatokat, nem minthogyha egyébként a Magyar Királyi Honvédségnek ne lett volna a korszakban ilyen jellegű felkészítése egyfelől, másfelől pedig bevetése is, emlékezzünk csak az időről időre megújuló bányásztrájkokra, de természetesen ez meglehetősen limitált volt itt, és meglehetősen szabályozott volt itt a Magyar Királyi Honvédségnek a részvétele. A különítményeseknek a tevékenysége viszont egy olyan időszakban történt, és ez is egy párhuzam lehet ugye az 1956-57 fordulóját, vagy 1957-es év eleje, amikor egy mondhatjuk azt, hogy kialakulatlan, zűrzavaros időszakban próbálják helyreállítani az adott politikai rendszer szempontja szerinti rendet. Tehát ez lehet az a legfőbb motívum, aminek a tekintetében össze lehetne hasonlítani a különítményeseket a munkásőrökkel.
annyiban... Illetve a karhatalmistákkal. És itt jó is volt ez a közbevetés, ugyanis a különítményesek egyértelmű, hogy mondjuk úgy, noha sokkal kevesebb, vagy közel sem annyi halálos áldozattal, mint amennyit egyébként az 1945 és 1990 közötti időszakban nekik felróttak, de tulajdonképpen a piszkos munkát végezték el. A munkásőrség esetében annyiban más a helyzet, és gondolom erre majd ki fogunk térni, vagy nyilván a Dávid fogja is ezt említeni, kifejezetten ugye a pártirányítás, illetve a pártnak a stratégiája kapcsán, hogy a munkásőrség, hogyha megfigyeljük, ugye az 1957. február jában kezd el igazából szerveződni, és márciustól, már február végétől márciustól kezdik feltölteni. Tehát őket kvázi ki akarták vonni már ebből a piszkos munkafeladatnak a végrehajtásából, az igazából a karhatalmistáknak volt a reszortja, és ők meglehetősen népszerűtlenek is voltak ugye 1956-57 fordulóján. Ebből a munkásőrségből egy kvázi elit párt hadsereget szerettek volna létrehozni, majd látni fogjuk, hogy ez miért és hogyan nem sikerült. A különítményesek viszont elvégezték azt a feladatot, amit nekik szántak, azokkal a sok esetben kalandor, természetű vagy szélsőségesnek is minősíthető személyekkel az élükön, és utána pedig félre lettek állítva. Köszönöm szépen. Egyetlen egy fél mondatot még. Ahogy őket az 1921. november 3-i kormányzói kegyelem, úgy a különítményeseket az akkori katonai bíróságok mentették fel, mindazok alól a cselekmények alól, amelyeket elkövettek. Ha valaki megnézi a később közel 60 halálos ítéletet kihirdető Mátyás Miklósnak a Szegedi Katonai Bíróság élén hozott ítéleteit, hogy mit művelt azokkal a karhatalmistákat, akik Csorvás, Gelén és ott is a városoknak, falvaknak a környékén emberek tucatjait verték súlyosan meg, vagy verték halálra, akkor önmagában is lehet látni, hogy a történelem bizonyos értelemben ismétlődni tud. És elnézést kérek, még csak egy dolog jutott hirtelen eszembe ennek kapcsán, hogy azok a munkásőr parancsnokok, akik 56-57 fordulóján karhatalmisták is voltak, sőt, mi több, akár megyei karhatalmi parancsnokok, ezeket meg lehet figyelni, hogy viszonylag hamar elmozdították a megyei munkásőr parancsnoki funkciókból, ilyen például Dénes Ferenc őrnagy, aki a meglehetősen kényes területen volt ugye karhatalmi parancsnok, megyei karhatalmi parancsnok Nógrád megyében. Tehát a Salgó-Tarjáni sortűzhöz valószínűleg valamilyen módon kapcsolódott. Őt már 1959 le is váltották a megyei munkásőr parancsnoki beosztásból. De ha már ezt mondtad, akkor hozzá lehet tenni azt, hogy mondjuk a tatabányai karhatalmisták vezetőjét, Bért Piszont felhozzák Budapestre, és népbíró lesz belőle. Ami önmagában mutatja, hogy a hatalom egy másik posztra állította, és a tőle elvárható tevékenységet fejtette ki. De mielőtt beleszaladnánk itt 56-57-be, nyilvánvalóan a történetnek vannak 1944-45-höz visszanyúló szálai is, gondolok itt akár a Magyar Kommunista Párt, akár a Szociáldemokrata Párt rendező gárdaira. Dávid. Sőt, meg korábbi előzmények is vannak tulajdonképpen a két világháború közötti Németországban, illetve Ausztriában gyakorlatilag majdnem minden párt rendelkezik különböző fegyveres alakulatokkal, komoly utcai összecsapások vannak, és igazából ugye, hogyha itt akarunk egy ilyen történelmi fonalat levezetni, akkor beszélni kell a republikánischer Schutzbundról, amely Ausztriában van, és amely az ottani szociáldemokrata pártnak egy ilyen párthadserege. Ennek a vezetője egyébként Theodor Körner. Theodor Körner Stromfeld Aurellal ápolt jó kapcsolatokat még a bécsi hadiskoláról, így ismerték egymást, és ez a republikánischer Schutzbund lesz a magyarországi szociáldemokrata párt rendező gárdájának a megszervezése során egyfajta minta, és ezt a szociáldemokrata rendező gárdát tulajdonképpen maga Stromfeld Aurell szervezi meg, és ez működik gyakorlatilag a II. Világháború kitöréséig. Aztán ugye ezt követően 1945-ben a szociáldemokraták újjászervezik a rendezőgárdájukat, és ennek mintájára a Magyar Kommunista Párt is szervez egy rendezőgárdát. Lényeges az, hogy 1945 és 1947 között 20 ezer főre sikerült
sikerül növelni, sőt a Magyar Kommunista Pártnak 47 közepére 24 ezer főre sikerül növelni a maga rendezőgárdájának a létszámát. Miért érdekes ez? Azért, mert 1947 elején a Magyar Honvédségnek a létszáma közel 13 ezer fő. Tehát látható, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy a duplája csak a Magyar Kommunista Párt rendezőgárdájának a létszáma. Ugye a Magyar Honvédség nem rendelkezik korszerű fegyverzettel ekkor még, tehát szó nincs erről, nehéz fegyverekkel sem nagyon. Ugye ezek a rendezőgárdisták fegyveres kiképzést is kapnak többek között, bár ezt igyekeznek tulajdonképpen titkosan lebonyolítani. Na most érdekes az is, hogy a Magyar Kommunista Párt rendezőgárdájának az a Halas Lajos lesz 1946-ban a parancsnoka, aki a munkásőrségnek az első országos parancsnoka is volt. Igazából ezt a gárdát gyakorlatilag országos, megyei, illetve járási és budapesti kerületi szinten építik ki. A kor közlekedési viszonyai között nagyon nehezen megy mindez. Még egy dologról érdemes itt tulajdonképpen beszélni, ez pedig az, hogy a Szociáldemokrata Párt rendezőgárdája fölött Marosán György, illetve Szakasics Árpád az, aki rendelkezik. Ugye róluk tudjuk azt, hogy ők végig együttműködnek gyakorlatilag az MKP-val, vagy az MDP-rában is jelentős pozíciókhoz jutnak. Aztán ugye 1950 nyaráig még le nem tartóztatják őket. Igen, és ugye 1948-ban, amikor úgymond egyesítik, vagy inkább az MKP bekebelezi a Szociáldemokrata Pártot, ugye létrejön a Magyar Dolgozók Pártja, akkor ugyanaz történik a pártban, mint a rendezőgárdában is. Egész egyszerűen elkezdik a Szociáldemokrata Párt rendezőgárdájának az állományát átrostálni. Ez az egyesített gárda az nem működik sokáig, 1950-re tulajdonképpen teljes mértékben feloszlatják. Bizonyos feladatok az akkori AVH-hoz kerülnek, ilyen lesz például a pártvezetőknek az őrzése. Sokan átmennek a rendezőgárdából az úgynevezett szabadságharcos szövetséghez is, tehát ilyen módon ezt a gárdát feloszlatják. Aztán 1956-ban egy új fejezet kezdődik ezen a téren. Na, annyi kiegészítést még azért hozzáteszünk, mert hogy ez is a rendszernek a sajátossága, egy része pedig a Recski, illetve egy kozincbarcikai táborban találja magát Recsken, mint őrizetes, Kozincbarcikán viszont ők vigyáznak a csendőrökre. No, egyetlen egy közbülső állomás van, és mindjárt eljutunk 1956-hoz, ez 1949 ősze, amikor a Magyar Dolgozók Pártja létrehozza a két verőcsoportját. A verőcsoport ekkor viszont már nem rendezőgárdai funkciókat, hanem a kulákveréseket kell, hogy ellássa. Magyarul a paraság tönkretételével, a paraság vagyoni viszonyainak a tönkretétele mellett a fizikai terror is megjelenik, de utalhatok itt nem csupán arra, hogy ez a verőcsoport a falvakat hogyan járja közben, mondjuk 60-ban a szerzetes rendnek a szétverése, tehát számos olyan esemény van, ahol a fizikai kényszer alkalmazása hivatalból ekkor már az önálló államvédelmi hatóság keretében bekövetkezik. Így jutunk el november 4-éhez 1956-ba, és novemberben feloszlatják immáron nem csupán 53. július 17-i módszerrel, amikor a belügyminisztériumot valójában alárendelték az államvédelmi hatóságnak, mert a kollégiumnak 10 tagjából 8 volt államvédelmi különböző beosztású vezető, tehát magyarul az AVH nyelt el a belügyet, noha ez másképpen jelent meg a közvélemény előtt, és valójában 1956. november az, amikor az államvédelmi hatóságot Münich feloszlatja. Létrejön a karhatalom, megteszi mindazt, amiről tudunk, a hatalom eszköztáraként, és felmerül egy új hadseregnek, ennek a nem fényes úri hadseregnek a létrehozása. Kikben, miképpen és miért merült fel ennek a kérdése? Hát ugye ez először 1956. november 7-én kerül szóba valamiféle milíciának a felállítása. Itt egy kormányhatározat is születik, ezt követően több párthatározat születik arról, hogy rendezőgárdát, illetve valamilyen milíciát kell felállítani gyárakban, illetve közigazgatási alapon megszervezve. Lényeges az, hogy azért spontán létrejönnek a karhatalom, illetve a rendőrség mellett is ilyen
ekkor még különbözőféleképpen hívják, polgárőrség, rendezőgárda alakulat, vagy valamelyiket már ekkor is munkásőrségnek hívják. Aztán amikor már így komoly tervek készülnek egy konkrét ilyen pártmilícia felállítására, az 1956. december 17-18-a, ekkor Kovács Imre, jól emlékszem, vezérőrnagy beosztásban volt, készített egy tervet, egy úgynevezett akkor még népőrség felállításával kapcsolatban. Aztán a következő lépés az, amikor 1957. január 25-én a Kohó és Gépipari Minisztériumon belül terveznek egy ilyen, hát ilyen gárdaszerű valaminek a felállítását, egészen pontosan polgári fegyveres őrségnek hívják ezt. Ebből nem lesz így külön semmi. A Kohó és Gépipari Minisztériumonnak a vállalatait a későbbiekben üzemőrség, illetve ipari őrség fogja védeni. Ugye ez a minisztérium azért volt fontos ekkor, mert egész egyszerűen ez a minisztérium felügyelte a hadipari vállalatokat, illetve a hadipari létesítményeket. Aztán 1957. január 29-én az MSZNP ideiglenes intéző bizottsága elé beterjesztenek egy javaslatot, ekkor még népőrség felállítására, aztán ekkor hoznak egy párthatározatot arról, aminek gyakorlatilag ez a tervezet, vagy ez a javaslat az alapja, és ekkor nevezik el véglegesen ezt munkásőrségnek, és innentől, tehát 57. január 29-től kezdődik meg a testületnek a felállítása. Kik azok, akik ebben szerepet játszanak, Péter? Kik a meghatározó figurák? Kik húzódnak meg a háttérben? A munkásőrség felállításában, és majd szeretnék kérni engedélyt arra, hogy egy kicsikét visszaugorjak egy picit még időben, egy-két gondolat erejéig, de akkor elsőként a kérdésedre válaszolok. Nyilvánvalóan olyan embereket kerestek a szervezet fölállításakor, akiknek valamiféle katonai tapasztalatuk van, legalábbis a vezetés tekintetében mindenféleképpen. Hogyha megnézzük azt az elnöki tanácsi törvényerő rendeletet, amely fölállítja a munkásőrséget, vagy még inkább a nyilvánosságra nem hozott kormányhatározatot, a 3057/1957-es kormányhatározatot, az viszont már meghatározza pontosan, hogy kikből, lehetőség szerint kikből álljon ez a testület. Nyilvánvalóan előnyt élveznek a 19-es kommunisták, aki partizán volt, aki természetesen, aki szilárdan kitartott, úgymond nem ingott meg a legnehezebb percekben, időszakokban sem, tehát ugye az 56-os, ahogy akkor mondták, ellenforradalom idején, de a szervezésben, és ugye az első helyen ott többnyire egyrészt a Honvédség állományát, a Magyar Néphadsereg állományából, valamint a BM állományából érkező tisztek azok, akik a szervezést a kezükbe veszik, illetve akikből az első parancsnokok is lesznek, országos parancsnok, parancsnok helyettes, illetve a megyei parancsnokok. Amit vissza szeretnék utalni egy pillanatra még, hogy nagyon érdekes, mert már az 1956-os forradalom idején is fölvetődött valamiféle ilyen, tehát a munkásságnak a felfegyverzése. Az MDP-KV részéről azt hiszem, hogy talán Apró Antal volt az, aki ezt nagyon-nagyon hevesen javasolta, és valamikor október 25-én, hogyha jól tudom, akkor átvonultak a Honvédelmi Minisztériumba a KV tagjai, vagy részben a KV tagjai, ott volt a Dávid által előbb említett Kovács István vezérőr, a Kovács Imre vezérőrnagy is. Ez Szűcs Miklós ezredesnek a visszaemlékezéseiből tudjuk ezeket a dolgokat. És ott tanácskoztak azon, hogy a leghűségesebb elvtársakat fel kell fegyverezni. Ezt Apró nagyon-nagyon forszírozta. És végül aztán Szűcs is, meg Kovács is mondta, hogy hát Apró elvtárs az nem biztos, hogy jó ötlet, mert nem tudjuk, hogy kinek a kezébe kerül a fegyver. És valóban egyébként ez is történt, úgyhogy ez a kezdeményezés, noha megkezdődött, ez aztán elhalt. Tehát volt egy ilyen kis csírája. Intermezzo. Igen, egy ilyen kis intermezzo. De a párt részéről ahhoz előbbi kérdésre nem válaszolt egyiketek se. Kik azok a vezetők, akiknek számára ez meghatározó? Mert nyilvánvaló, hogy a Apró munkát már rávízzák ezekre a fegyverviselésben jártos emberekre. De kik azok a párt szűkebb grémiumán belül a meghatározó figurák közül, akik ebben szerepet játszanak? Hát ugye az említett január 29-i tervezetnek az egyik kidolgozója, az például Földes László, illetve a szóba kerül itt még egyébként Fekete Károlynak a neve például a parancsnoki kinevezés során.
A milícia szervezésével kapcsolatban azért ennyit említenék, hogy ezt október 24-től az itt lévő szovjet vezetők is erőltetik, illetve javasolják, hogy szervezzenek munkás milíciákat, és ezekkel állítsák tulajdonképpen úgymond helyre a rendet. El is kezdődik ilyen munkás milíciáknak a szervezése a Budapesti Pártbizottságnak a székházában, de aztán ugye az október 30-i események miatt ebből gyakorlatilag nem sok minden valósul meg, illetve amit lehet-e azzal kapcsolatban tudni, hogy ők azért küldtek ki fegyvereket a gyárakba. Viszont ha megnézzük azt, hogy a különböző gyárakban alakult munkástanácsok mellett működő ilyen fegyveres őrségek közül, melyek voltak azok, amelyek mondjuk úgymond a gerőféle irányvonal mellett kitartottak, hát nagyon keveset lehet ilyet megemlíteni. Ezt onnan azért merem így kijelenteni, mert hogyha megnézzük ezeket a 89 előtt kiadott könyveket, amelyeket a munkásőrség országos parancsnoksága adott ki, különböző visszaemlékezéseket, nagyon, nagyon kevés olyan egységet vagy csoportot említ, ami mondjuk akár október végéig véd valahol valamilyen pártházat. Csak egy szó még, ugye nem szabad ebből a felsorolásból kiadni, ugye hát a pártnak az első emberét és a korszak meghatározó figuráját, Kádár János sem. Nagyon érdekes az ő szerepe, ugyanis a szerveződés kezdetekor legalábbis a források egyértelműen arra utalnak, hogy ő nem akart egy közvetlen párt irányítású milíciát, ez aztán később megváltozott, mint ahogy ezt az elnöki tanácsi rendelet, illetve a végrehajtási utasítás is mutat. Tehát az ő szerepét mindenféleképpen fontos látni. Aztán nyilván Tömpe Istvánnak a szerepe sem elhanyagolható, aki később, amikor szétválik, ugye már mondjuk így, hogy szakosodik, tehát megszűnik a Fegyveres Erők Minisztériuma, és akkor ugye a Belügyminisztérium egyik meghatározó figurája. Tehát az ő szerepe, illetve a Honvédelmi Minisztérium részéről, illetve a más fegyveres testületek részéről pedig Uszta Gyulának a szerepét, valamint Gyurkónak a szerepét emelném ki, aki ugye egy hírhet figura, már az 56-os forradalom idején is letette a névjegyét. Ők rendkívül hevesen és következetesen próbálták érvényre juttatni azt az elgondolásukat ezeken a megbeszéléseken, amelyek hát arra mutattak, hogy ezt a pártmilíciát létre kell hozni. Ők egyébként a pártirányítás, a lehetőség szerinti közvetlen pártirányítás mellett tették le többnyire a voksukat. Röviden és velősen egy pártdiktatúra fegyveres erejét akarták létrehozni. Még annyit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy hirtelen eszembe jutott, hogy lényeges azt megemlíteni, és ez a testület egész történetére vonatkozik, hogy vannak olyan jogszabályok a munkásőrséggel kapcsolatban, amelyek titkosak maradnak, és vannak olyanok, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Teljesen más szerepel tulajdonképpen a kettőben. Tehát tehát az említett elnöki tanácsi törvényi rendelet is, amit nyilvánosságra kerül, megjelenik a tartalomismertetés a Népszabadságban is, illetve a teljes rendelet a Magyar Közlönyben. Ott igyekeznek azt titkolni, hogy ez nem egy párthadsereg, hogy ez a kormány alá van rendelve. Bár mondjuk igazából egy ilyen rendszerben teljesen mindegy, hogy hova rendelték volna ezt az erőt, de igyekeznek ezt titkolni. Még ugyanakkor vannak ezek a nyilvánosságra hozott olyan jogszabályok, amelyeket nem hoznak nyilvánosságra, ott nyíltan kimondják, hogy az MSZMP-nek ez egy fegyveres testülete. Na most ugye azért egyetlen egy dolgot tisztázni kell. Teljesen mindegy, hogy zárt, teljesen mindegy, hogy titkos, dupla nullás, vagy éppen három nullás egy akta. A döntés minden esetben a Magyar Szocialista Munkáspárt vezető testületében születik meg. Onnan elmegy a jogalkotói szintre, és utána, mint az elnöki tanács rendelete jelenik meg. Nem az elnöki tanács alkotta, hanem az elnöki tanács a nevét adta ezekhez a dokumentumokhoz. Ezeknek a bármilyen jellegű, adminisztratív jellegű dolgoknak a kérdése, vagy a titkárság ülésén, vagy a polbizülésén, vagy még ennél is szűkebb körben történt meg. Utána ez már csak az apró pénzre váltást jelentette. Ez áll ugyanúgy a fegyveres testületekre, áll az igazságszolgáltatás ügyészségi vagy bírósági vonalára. Gyakorlatilag egy fedőszer volt, ha úgy tetszik, egy kifele szóló reklám az, hogy ez törvényerejű rendelet és az elnöki tanácsnak a rendelete. Semmi sem ott született meg.
Még nekem pedig az jutott eszembe ugye a szervezés kapcsán, hogy ugye voltak úgymond nemzetközi előképek. Ugye érdekes, Magyarország 1956 előtt nem rendelkezett ilyenfajta pártmilíciával, viszont a szovjet megszállási övezetben lévő egyéb országok közül számosan már rendelkeztek ilyennel, vagy a 40-es évek végén, vagy az 50-es éveknek az első felében jöttek ezek létre, és ezek közül is kettő az, amire talán azt mondhatjuk, hogy a leginkább támaszkodtak, vagy odafigyeltek. Az egyik az a csehszlovák ilyen munkásmilícia, a Ludové milice, az NDK részéről pedig az úgynevezett harci csoportok, a Kampfengruppe der Arbeiterklasse-nek nevezett szervezet. Meglehetősen nagy létszámú mind a kettő, és igen komolyan felfegyverzett, gyalogsági nehéz fegyverekkel is, ugye a régi terminológia szerint, tehát géppuskákkal, páncéltörő ágyukkal, aknavetőkkel is akár, sőt, mi több páncélozott szállító harcjárművekkel is. Úgyhogy ezektől a szervezetektől elkérték, és meg is kapták az ifjonc és éppen alakuló munkásőrségnek a vezetői azokat a szervi határozványokat, szabályzatokat, és ezeket le is fordították magyarra, ami alapján aztán segítség volt kidolgozni az itteni szabályokat. Milyen társadalmi rétegből, milyen foglalkozási csoportokból jött létre? Volt-e eltérés Budapest és a vidék között? Hát ugye itt, hogyha a testület egész történetéről beszélünk, akkor érdemes egy határidőt megkülönböztetni, ez pedig 1963. 1963-ban születik egy PB, egy politikai bizottsági határozat, amely alapján a későbbiekben évente elkezdték nagyon tervszerűen az állományt rotálni. Meghatározták azt, hogy kiket szerelnek le a testület hány százalékát. Ez átlagban olyan 10-12% körül volt ez a tervezett cserélődés. Aztán a 80-as években ez lecsökkent olyan 5-6-7-8%-ra. A leszerelendők mellett meghatározták azt is, hogy kiket kell felvenni. Akiket felvettek, azoknak ezt követően 5 évet kellett tulajdonképpen szolgálniuk. Az, hogy igazából kikből tevődik össze a milícia, ugye így gyakorlatilag 63 után azért valamelyest változik a testületnek az összetétele. Ez a 63-as rotáció szolgálta tulajdonképpen egyrészt azt, hogy úgymond a Kádártól balra állókat, vagy ezeknek a nagy részét igyekeztek ki rotálni tulajdonképpen a testületből, de mindez összességével véve tulajdonképpen azt eredményezi, hogy 63 és 68 között valósul meg ez a milíciának a legnagyobb mérvű átrotálódása, tehát innentől kezdve valamelyest változik az állomány, lehet azt mondani, hogy talán valamennyire vegyesebb lesz. Az, hogy kik vannak az állományban, ez azért mondom, hogy vegyes, mert mondjuk az egyik véglet az, aki mondjuk szerepel a bűnügyi nyilvántartásban, 1961 és 63 között az akkor közel 45 ezer fős munkásőrséget átvizsgálják, lesz egy ilyen úgymond állambiztonsági átvilágítása, és ennek során 6004 főt találnak, aki valamilyen priusszal rendelkezik. Na most érdekes, hogy ezeknek az embereknek a nagy részét akkor nem zárják ki, tehát 131 néhány főt zárnak ki csupán ezek közül az emberek közül. Na most van, aki mondjuk közülük kressz szabásértés követel, de van, aki mondjuk kimondottan mondjuk gyilkosságért, vagy valami komolyabb bűncselekményért ítéltek el igazából. Na most ez az egyik... Közbevetőleg egy fél mondatra, sajnálatos módon a Magyar Köztársaságnak a márványlapjával van ellátva 301-es parcellába egy Cserepes Gyula nevű munkásőr, aki hullarészegen a családját kiirtotta, de a 90-es években sajnos emléktáblát kapott, és mind a mai napig ott van rajta. Most a másik véglet tulajdonképpen az, hogy egyetemi oktatók közül is például kerülnek ki munkásőrök. Tehát azért mondom, hogy ilyen szempontból nagyon, nagyon vegyes az állománynak az összetétele. Egyébként itt 63-ban a felvétel során meghatározzák azt, hogy hány a felvendők közül hány legyen munkásszármazású, parasszármazású, értelmiségi származású. Azt is meghatározzák, hogy a felvendőknek mekkora része legyen tulajdonképpen párttag, illetve párton kívüli, aki párton kívüli, abból mennyi legyen kisztag vagy szakszervezeti tag, és itt nyíltan kimondják azt, hogy a munkásőrség a párttaggá nevelésnek egyfajta eszköze.
Tehát a párt szervek, ugye, akik felügyelik azt, hogy az adott munkáső egységbe, tehát járási pártszerve, járásiba, stb. Felvegyék az embereket, az ő feladatuk kiválogatni tulajdonképpen az állományt végig a rendszerben, ezek alapján, a meghatározott kvóták alapján. Na most ugye a nagy részüket ezeknek a párton kívülieknek idővel fel is veszik egyébként az MSZMP-be. Csak annyit szerettem volna mondani, ugye előkerült itt a Cserepes kapcsán, ugye, hogy a fegyelmi helyzet rendkívül érdekesek már az rögtön a legelső időszakban is azok a jelentések, amelyek a személyi állománynak a fegyelmi helyzetéről szólnak, és nem csak a beosztott munkásőrökéről, hanem a tiszti állományról. Ugye az úgy határozta meg az elnöki tanácsi rendelet, hogy ez egy önkéntes szerveződésű és társadalmi munkában kvázi szolgáltat teljesítő emberekből álló szervezet, azt hát elhallgatta a közvélemény elől, de természetesen így működött, hogy voltak függetlenített munkásőr parancsnokok, illetve olyan polgári alkalmazottak, akik főállásban dolgoztak a munkásőrségnél. Noha mondjuk ezeknek a létszám aránya a legmagasabb feltöltöttség, tehát a korszak végére, amikor, hogyha a tartalék állományt is veszük, akkor kb. Egy 60 ezer emberről beszélhetünk, nem érte el kb. Hogy a 600-650 főt. Viszont visszatérve a fegyelmi helyzetre, ennek az egyik oka az, hogy hát sajnos nem sikerült azt megvalósítani, amit talán Dávid, te írtál le a doktori dolgozatodban, hogy egy valamilyen ilyen kommunista lovagi eszmény alapján ez ugye a pártnak egy ilyen elit csoportját szerették volna létre hozni. Hát pont a parancsnoki állomány volt az, amelyik elsődlegesen nem felelt meg ezeknek. Olyan elképesztő dolgokat olvasni, mint például 1957. április 30-án, tehát alig néhány hónapos a munkásőrség. Arató Jenő ezredes, aki a Pest megyei munkásőr parancsnok volt, a Gellért téren részegen randalírozva összeverekedett a rendőrjárőrrel, sőt más munkásőrökkel is, és gyakorlatilag a helyőrség parancsnokság, tehát a VÁP-nak kellett beszállítani a helyőrségi fogdára, az ugyancsak italos állapotban lévő feleségével és cimboráival együtt, de anyagi természetű visszaélések is voltak, de hova tovább, olyan jellegű is volt, és ez a 60-as éveknek a közepén derült ki, hogy egy megyei munkásőr parancsnok 1942-43 fordulóján a Magyar Királyi II. Honvéd hadseregnek a kötelékében, Liszki térségében egy munkaszolgálatos század keretének volt a tagja, és igen erősen gyanúsítható volt tömeggyilkosság elkövetésével. Nagyon érdekes az a levél, amit Galambos József rendőrvezérőrnagy, a belügyminiszter akkori első helyettese írt a munkásőrség akkori országos parancsnokának, akkor már Papp Árpád volt az, hogy nem bizonyítható konkrétan, de a körülményekre való tekintettel sürgősen le kell szerelni ez az embert. Ez a tisztikar. Mondjuk úgy, hogy a legénységi állományoknál, a beosztott munkásőr állománynál nagyon nagy problémát okozott a kiképzetlenség. Tehát nagyon sok olyan ember volt, ez nyilván csak a kezdeti időszakra volt jellemző, és aztán később valamilyen módon ez a helyzet javult, ezt mutatják a statisztikák is, amennyire azok szava hihetők, de egész egyszerűen nem használtak például azelőtt fegyvert. Nagyon sok ilyen munkásőr volt. Ehhez képest ugye mondjuk a 60-as évek közepéig kint lehettek a kézi fegyverek, akár lakáson ezeknél a munkásőröknél, és bizony nem egy olyan eset volt, amit itt az előbb hallottunk, vagy csak simán részegen lövöldöztek, tehát igen komoly problémák voltak ebből. Igen, itt az 1963-as említett PB határozat azt is tartalmazta, hogy be kell vonni ezeket a fegyvereket, ezt fokozatosan 1968-ig bevonták a pisztolyokat, tehát nem vihették utána haza a munkásőrök, de voltak kivételek, mert például mondjuk a határmenti bizonyos egységek megtartották ma úgy a fegyvert, hogy továbbra is hazavihették. Tehát ilyen kivételek akadtak. A másik dolog tulajdonképpen az, hogy például 1957-ben a hivatalos statisztika szerint 254 úgynevezett rendkívüli esemény történt, és itt nagyon tragikus dolgok is történnek. Tehát mit értünk a rendkívüli esemény alatt? Hát a kezdeti időszakban a rendkívüli esemény alatt a fegyverrel való visszaélést, fegyverbalesetet, közlekedési balesetet értettek. Aztán a későbbi időszakban a rendkívüli eseményekhez sorolták az úgynevezett rendkívüli eljárásokat is. De most itt elég sok minden
történik. Tehát előbb említettem, hogy tragikus esetek. Például van több olyan eset, hogy ugye a munkásőr hazaviszi a pisztolyt, megtalálja ezt a pisztolyt a munkásőr gyereke, játszik a kis barátjával, és az egyik gyerek lelövi tulajdonképpen a másikat. De vannak olyan esetek is valóban, hogy és ezt jól emlékszem, politikai bizottsági jegyzőkönyvben olvastam, hogy egész egyszerűen kimondják, hogy most nem szó szerint idézem, hogy a legtöbb esetben az a probléma, hogy a munkásőröknél kim van a fegyver, elviszik magukkal a kocsmába, berúgnak és elkezdenek lövöldözni. Ilyen is van, sőt akadt olyan eset is, amikor egy ilyen lövöldözés során az adott vendéglátóipari egységben lévő szovjet tiszt lépett oda a munkásőrhöz, hátracsavarta a kezét, amelyben a pisztoly volt, és ekkor elsült a pisztoly, és hátba lőtte a munkásőrt, és ez a munkásőr halálát okozta. Most ez ennél érdekesebb, vagy ehhez kapcsolódik tulajdonképpen még az is, hogy a felelősségre vonásoknak az esete. Ez nagyon sok esetben nem volt arányos az elkövetett tettnek a súlyával, mert volt, amikor mondjuk ilyen súlyos testisértésért, vagy verekedésért, vagy lövöldözésért, mondjuk az volt a büntetés, hogy kizárták az MSZMP-ből, vagy csak a munkásőrségből zárták ki, vagy mindenhonnan, vagy szobafogsággal büntették, és azért gondoljunk bele abba, hogyha mondjuk 56-ot követően, a forradalmat követően valakinél mondjuk fegyvert találtak, akkor sokkal, sokkal komolyabb büntetést hoztak a nyakába. Tehát ezt mindenképpen el kell mondani ezekkel az úgynevezett rendkívüli eseményekkel kapcsolatban, amelyek végig megvannak, 63 után azért csökkenés látható, miután elkezdik a pisztolyokat bevonni. Egy sajátosságra azért hadd utaljak, és az ember a saját kutatási területét soha nem tudja azért figyelmen kívül hagyni. Tulajdonképpen a káder pályán való erőre lépésnek, a bírói pulpituson való, az igazgatási pozíciókban történő előmenetelnek egyik meghatározó eleme volt, hogy ki volt munkásőr. Ez ugyanúgy kimutatható a bíróügyészi akadémiát végzetteknek egy jelentős részénél, hogy 56-ot követően a munkásőrség soraiban találjuk őket, hogy utána általában a bíróságok második számú vezetői legyenek, ez pedig a szovjet módszer alapján a politikailag megbízható helyet jelentette, mert soha nem az elnök volt a meghatározó, hanem mindig a második ember, aki általában vagy általános helyettes, vagy a büntető kollégiumnak a vezetője volt. Ez gyönyörűen tetten érhető még 1990 után is a Magyar Köztársaság legfelsőbb bíróságán, vagy éppenséggel korábban a fővárosi bíróságon. Neveket hadd ne mondjak. Hadd kérdezzek még egyet. Ezek a munkásőrök, akik ezen a pályán végigmentek, és akik ilyen-olyan magatartást tanúsítottak, a társadalomban ezt a társadalmi munkában végzett állást egyéb módon tudták hasznosítani maguk számára? Tehát mit tudom én, akik egy karhatalmista volt, szochazás volt, fegyver alá hazáért kapott, annak a gyereke az egyetemen a felvételnél plusz 4 pontot kapott. A munkásőröknél volt-e valamilyen kivételezettség, vagy sem? Hát ilyen irányú kutatásokat még úgy vélem, hogy tovább kell folytatni, mert egész egyszerűen egy személyekre lebontva tovább kell menni, hogy adott esetben egy személy a munkahelyén hogyan tudott tulajdonképpen a későbbiekben előre haladni. De hát az nyilvánvaló, hogy a különböző személyi kartonokban ott van az, hogy ki volt munkásőr, milyen munkásőri kitüntetést kapott. Tehát ez feltételezhető, ezt apró pénzre válthassuk, az további kutatásokat kell folytatni személyekre lebontva. Hadd legyek most én az elsődleges forrás. Én emlékszem, amikor 1988-ban magam elé vettem azt a lapot, amit az érettségit követően vagy megelőzően már nem emlékszem, de ki kellett tölteni az egyetemi felvételhez, és akkor ott volt egy sor kérdés, amik pluszot jelentettek, és ott többek között ilyen volt, hogy a családban van-e munkásparaszt hatalomért emlékéremmel kitüntetett személy, munkásőrség tagja, stb. Tehát két ilyen konkrét dolog is volt. Én azt gondolom, hogy igenis ezt figyelembe vették, és ez előnyt jelentett a rendszerben. Hát amikor mi felvételiztünk 67-be, akkor ez egyértelműen plusz 4 pontot jelentett, tehát ott tetten érhető volt, azért voltam kevesebb későbbiek folyamán, hogyan néztünk ki. Lévén, hogy az idő előre halad, és a munkásőrség történetét azért mindenképpen a maga teljességében szeretnénk feltárni, hogyan és miképpen merül fel szemben a sajtóban megjelent hírekkel, mert azok általában nem mindig a valóság talaján fogannak. 1988-89-ben
a munkásőrség megszüntetése? Hát ugye a munkásőrség megszüntetése eleve nem ment tulajdonképpen egyszerűen. Igazából az ellenzék volt az, az megalakuló ellenzéki csoportok, vagy megalakuló ellenzéki pártok, amelyek egyértelműen elkezdték azt követelni, hogy a munkásőrséget fel kell oszlatni. Az ellenzéki kerekasztal tárgyalásokon, illetve utána a nemzeti kerekasztal tárgyalásokon is gyakorlatilag az ellenzék végig kiáll a testületnek a teljes felszámolása mellett. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik része az, hogy 1989 márciusától vagy tavaszától lehet azt mondani, hogy a munkásőrségen belül felmerül az, hogy a testületet valamilyen módon át kell menteni. Tehát ezt nyíltan kimondják, Borbély Sándor úgynevezett vezetői koordinációs értekezleten nyíltan beszél arról, hogy a testületet át kell menteni a későbbiekre. Aztán ebben a szempontból tulajdonképpen 1989 ősze jelent egy fordulatot, akkor már úgy akarják átmenteni, hogy át is címkézik, tehát más legyen a neve, más legyenek a beosztások, stb. Aztán a harmadik stációja ennek az átmentésnek tulajdonképpen az, hogy létre akarnak hozni egy úgynevezett ilyen területvédelmi hátországvédelmi, tehát ilyen területvédelmi alakulatokat hátországvédelmi feladattal ellátva. Ez még gyakorlatilag 1989. október 16-án is napirenden van tulajdonképpen a kormány ülésén. Ezen a kormány ülésen már a testület felszámolásáról döntenek egyrésztről, másrésztről arról, hogy ilyen területvédelmi alakulatokat kell tulajdonképpen szervezni. Lényeges lesz az, hogy igazából mi az, ami által eljut oda a dolog a hatalom részéről, hogy fel kell igazából teljes mértékben ezt a testületet számolni. Hát részben itt van egyfajta nyomás olyan szempontból, ugye, hogy 1989. szeptember 25-én elkezdik a négyigenes népszavazáshoz gyűjteni az aláírásokat. Ezek október 13-ánra tulajdonképpen össze is gyűlnek. És ez a munkásőrség esetében ez egyfajta ilyen nyomásgyakorló eszköz volt ahhoz, hogy október 20-án megszülessen végül a 30. törvény, ami tulajdonképpen a testület felszámolását, jogutód nélküli felszámolását mondta ki. Én ezzel kapcsolatban annyit szeretnék még hozzátenni, hogy nagyon érdekes, hogy ez tovább élt ez a dolog, tehát hogy az, és hogy mennyire nem látták az akkori munkásőr vezetők azt, hogy tényleg hónapok vannak hátra, nem hogy a munkásőrségből, hanem a rendszerből, hogy ez nagyon makacsul tartotta magát ez az elgondolás, hogy na jó, hogyha nem is a pártnak a fegyveres testületeként kvázi, de a honvédelem rendszerébe integrálva ez működhet tovább. Amit Dávid az előbb mondott, ugye ennek már van előzménye, hiszen 1972. január 1-én alakul meg a Magyar Néphadsereg kötelékében ugye a Hátországvédelmi Parancsnokság, ami egy nagyon komplex feladatot látott el, és a munkásőrség már akkor is elég komoly szerepet vitt ezen a területen, hogyha megnézzük azokat a szabályzókat, hogy milyen feladatok vonatkoztak rá akkor. Nyilván ezek részben karhatalmi feladatok, ne felejtsük rá, hogy 1971-ben megszűnik a BM karhatalom, és a forradalmi rendőri ezred veszi át ugye a feladatát, de jóval kevesebbet, mint azelőtt a BM karhatalom ellátott, tehát hogy van egy ilyen vetülete. A másik, amit pedig még mondani szeretnék, hogy azért nem véletlen, hogy az ellenzék ezen úgymond nagyon rajta volt, hogy ez bizony jogutód nélkül föl kell számolni, nem hallani sem akartak róla, hogy integrálják a honvédelem rendszerébe. Egyrészt nyilván az ideológiai töltet miatt ez az egyik fele. A másik, amiről viszonylag kevés szót ejtettünk nyilván az időkorlátok miatt is, hogy elképesztő mennyiségű fegyver, lőszer és robbanóanyag volt ezeknek az embereknek a kezében, az egész testületnek a kezében. Szemben a másik oldalon egy darab nem volt, a szó fegyvere volt. Ez pontosan így van. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy 1989-ben a kimutatások szerint pisztolylőszerből raktáron közel 1 millió volt, gépkarabélőszerből 19 millió, kézigránátból több 10 000 darab, és még lehetne sorolni, az egészen komoly dolog. Én magam 1989 és 91 között teljesítettem sorkatonai szolgálatot, és mint szállítmány kísérő, 89 őszén részese voltam annak, amikor a munkásőrség Fóti központi raktáraiból
Abban a laktanyában, ahol én szolgáltam, ez Magyarország második legnagyobb lőszerraktára volt, szállítottuk több konvojjal és több szállítmány keretében a munkásőr fegyverzetet. És amíg mi az ócska ütött kopott AMD 65-ös gépkarabélyainkat markoláztuk, addig láttuk, hogy ládaszám raktuk le a kamionokról, meg volt, ami vasúton jött, az AMP 69-es típusú, ugyancsak 762-es űrméretű, rugós váltámasztos puskagránát vetésre is alkalmas gépkarabélyokat. Tehát ebből több mint 6000 darab, vagy több mint 5700 darab volt a munkásőrségnek, és más egyéb sorozatvető fegyverek is. Tehát, hogy ez egy olyan fegyverarzenál volt, és egy olyan lőszer és robbanóanyag mennyiség, amely potenciális veszélyt jelenthetett, és ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy nem lehetett tudni, hogy elsősorban ugye a Grósz Károly körül csoportosuló kemény vonalasok mire készülnek, vagy mire használhatják föl. Arra nincs elsődleges forrás, ha jól tudom, hogy erre konkrét terv is készült volna, noha mindenféle karhatalmi tervek azok igen, de hogy konkrétan hogyan védjék meg a rendszert úgymond, de ezzel mindenféleképpen számolni kellett. Annyit azért megint csak hozzá kell tenni, hogy a munkásőrség története nem szakítható ki a korabeli valamennyi fegyveres testületnek a történetéből. Na most, ha megnézzük, hogy 89 nyarán például az állambiztonság nem rendszerváltoztatásról, rendszerváltásról beszél, ugyanúgy megkezdi az átállást, modellváltás címszat. Már maga a frazeológia is jelzi a túlélésnek a lehetőségét, és ugyanúgy, hogy ez a 3x3-nál és az összes többinél a korabeli felmaradt iratok, vagy azok töredékéből rekonstruálható, ugyanez a játék zajlik le valójában a munkásőrségén is, a túlélésre való felkészülés. És nem véletlen, hogy pontosan a kormány adott esetben Kárpáti Ferencre bazírozva, hogyan tudja a honvédséget a munkásőrséggel szembe felhasználni. Igen, ugye a különböző ilyen úgymond összeesküvési összeesküvéssel kapcsolatos források, azok egyelőre tulajdonképpen visszaemlékezésekből vannak. Most amit még el szerettem volna itt mondani, az az, hogy ugye itt a Péter említette az előbb, hogy nem tudni, milyen mozgósítási terveik voltak. Véleményem szerint nem készítettek külön mozgósítási tervet 89-ben. Ezt azért gondolom egész egyszerűen, mert a 60-as évek közepétől, különösen a 70-es években, amikor feláll a Hátországvédelmi Alkulatok Parancsnokság, vagy a Hátországvédelmi Parancsnokság, részletesen megtervezik azt, hogy háború, hogy úgynevezett rendkívüli időszakban, és ez a rendkívüli időszak ez a háborút jelentette, illetve nagyobb belső megmozdulás, vagy hogy nevezték a korszakban ellenforradalmi megmozdulást, akkor mit kell végrehajtani? Adott esetben melyik munkásőregységnek milyen objektumot kell megszállni, melyik ablakba, milyen golyószorot kell telepíteni, milyen lőállásba, mely egységnek vannak karhatalmi tervei. Tehát nagyon odafigyeltek arra végig a rendszerben, hogy adott esetben, ha háború tör ki, vagy nem tör ki háború, de lesz egy rendszerellenes belső megmozdulás, arra meglegyenek a kész tervek. Tehát én ezért gondolom azt, hogy nem készítettek külön 89-ben külön ilyen terveket. Hát én megköszönném pillanatnyilag, és itt megállnánk a asztalnál folyó beszélgetéssel, és lévén, hogy még van egy negyed óránk, tisztelettel kérdem, akinek kérdése van, vagy hozzászólása, az viszonylag röviden szíveskedjen megtenni. Medvecki Attila vagyok a Magyar Fórumtól. Azt szeretném megkérdezni, hogy 90 után mi lett ezeknek az embereknek, a volt munkásőröknek a sorsuk? Azért, mert ennek van városi legendák, hogy színházaknál, különböző üzemeknél lett belőlük rendész. Azt is mondják, hogy ők aztán ugye nem adták le az összes fegyvert. Van ennek valamilyen valóság alapja? Valóság alapja annyi van, hogy mindenki megpróbált új életet kezdeni. Ha úgy tetszik, új mezben futott ki a pályára. Volt, akinek sikerült, volt, akinek nem. Volt, aki különböző társadalmi, egyházi szervezeteknek az élén folytatta a színház világába, a legkülönbözőbb területeken. Itt most szándékos a nevekbe, hadd ne menjek bele, mert nem a személyeskedésről szól ez a mai összejövetel. 89 után, 90 után új idők, új dalai indultak, voltak, akikre igény volt, volt, akikre nem volt igény. Meg kell, hogy mondjam, amennyire én tudom, Priuszt senkinél nem jelentett.
Én csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy ilyenről több ilyen emberrel is találkoztam, mert konkrétan említette, hogy rendész lett, egy mit tudom én, üzem kapujába lehetett ilyen emberekkel találkozni, de az a fajta bevett gyakorlat, ha szabad így fogalmazni, ami az 1956 után, vagy a 60-as, 70-es években volt, hogy a volt BMS-eket, államvédelmi hatóságnál szolgáltott teljesítőket, ugye úgymond beejtőernyőzték a gazdaság, a kultúra és számos más területére az életnek, ez nyilvánvalóan már csak a politikai rendszer megváltozása miatt sem volt lehetséges. Itt külön kell beszélni a társadalmi állomány, illetve a függetlenített állományról, hogy a társadalmi állományt az gyakorlatilag úgymond szélne keresztik. A függetlenített állománynak a nagy részét gyakorlatilag lenyugdíjazzák, hiszen ugye a munkásőrökre is ugyanazok a szabályzatok vonatkoztak a munkásőr tisztekre is ugyanazok a szabályzatok vonatkoztak a nyugdíjazás terén, mint a katonákra, de voltak többen, akik vagy nem érték el ezt a nyugdíjkorhatárt, vagy nem akartak nyugdíjba menni, többen átmentek az úgynevezett társfegyveres testületekhez, tehát erről van adat, ilyen erről rendelkezünk adatokkal a felszámolási iratokból, illetve ha jól emlékszem, többen 6 havi végkielégítést is kaptak. Az a felállás, ami 1962-ben, vagy 1956-ban, ugye akkor 14 ember találtak felelősnek, 62-ben 201 néhányat, na ez a játék nem zajlódik le 1989-90 követően. Arra tényleg van számos példa, hogy egyéb fegyveres testületek soraiban találjuk őket, de a jogászoknak egy jelentős része jogtanácsossá válik, ez a jogtanácsosi Eldorado időszaka. Magyarországon is lehetne még sorolni számos olyan területet, ahol a fényes úri hadseregnek a tagjaival találkozhat az állampolgár. Egy érdekes előadást hallottunk. Az előző kérdéshez, hogy Prius volt-e vagy nem, a munkásőrség vezetői úgy mentek bele a felosztásba, hogy ők kikötötték egyebek mellett, hogy munkásőr tevékenységért senkit nem lehet felelősségre vonni. Egy nagyon lényeges dolog nem hangzott el, hogy a 70-es évek elejéig a munkásőrség hivatásos állománya az a belügyminisztérium központi állományában tartozott, belügyi hivatásos tisztek voltak, és csak körülbelül 72-73-ba várt, ilyen szempontból önállóvá a munkásőrség, kikerült a belügyminisztérium hatásköréből, és közvetlenül a miniszter tanács egyik elnök helyettesének rendelték alá, mint felügyeleti szervet. A másik lényeges dolog, hogy a szervezésnél egy fontos név nem hangzott el, ez pedig Cinege Lajos. Ugye ő ebben az időszakban a pártközpontban a közigazgatás és adminisztratív osztályvezetője volt, és nagyon vastagon beleszólt a munkásőrség megalakításába, miként, hogyan zajlon, vagy történjen az esemény. Illetve a munkahelyekkel kapcsolatban ez egy nagyon vegyes dolog volt, hiszen például a Rába vezérigazgatója, a horvát nevezetű Vörös Bárónak nevezett ember szintén munkásőr volt, de viszont voltak olyan munkahelyek, ahol kifejezetten nem nézték jól szemmel, ha valaki munkásőr, hiszen miután a munkásőrség alapvetően egy úgymond szabadítős tevékenység volt, de bizonyos szolgálatokat munkaidőben látták el, ezért ugye ott a szolgálat alatt a munkahelyükön nem tudtak dolgozni, viszont a munkabérüket ki kellett fizetni, adott esetben egy brigádnak az ő munkáját is el kellett végezni. Ugye ez sok esetben okozott némi feszültséget, és ugye kezdetben azért arról se feledkezzünk meg, hogy amikor a munkásőrségnek karhatalmi feladatai voltak, a munkásőrség is rendelkezett például páncéltörő alakulatokkal, sőt a kezdeti időszakban a tanyákon még lovas alakulatokkal is. Ezt azért állították egyébként le, mert azt mondták, hogy a tanyákban a lovas, ilyen fegyveres emberek, azok a csendőrökre emlékeztetnek. És végül ugye ez az R-gárda és a munkásőrség hasonlata, ez egyébként nagyon jó, más feladata volt egyébként, de ne feledkezzünk el arról, hogy az R-gárda kapott fegyveres kiképzést, noha nem volt fegyveres szervezet, de például vannak arra adatok, levéltári dokumentumok, hogy az MKP pártbizottságain voltak fegyverek, aminek az volt a feladata, vagy az volt a célja, hogy adott esetben az R-gárdisták fegyveresen is fel tudjanak lépni. Köszönöm szépen. Igen, még itt eszembe jutott egyébként a belügyminisztérium, én belül kezelték a munkásőrség költségvetését is hivatalosan egy
ideig. Illetve valóban ez nem hangzott el, hogy a kezdeti időszakban páncéltörő ágyúkkal is ellátták a testületet, aztán ezeket azért vonták ki, mert korszerűtlenek voltak, illetve nem gyártották már ezeket az eszközöket, és akkor ezt követően vezették be a 82 mm-es aknevetőt, majd a 70-es években az AMP 69-es gépkarabélyt vezetik be ehelyett, amelyet ugye puskagránáttal is el lehet látni, amiről itt már az előbb volt szó. Ez könnyű páncélozott gépjárművek, illetve kilövésére használható gránáttal tudták felszerelni, illetve repeszgránáttal. Csak annyi, hogy itt ráadásul elég nagy számokról beszélünk. Tehát a 45 mm-es páncéltörő ágyú, amit rendszeresítettek, ugye az orosz mint az M42 típusú, ebből 150 darabot rendszeresítenek a munkások. Ez valami elképesztő szám. És egyébként, amikor hát szembesülnek a korszerűtlenségével, akkor le akarják cserélni 57-esre, az IS-2-esre, de aztán ez végül nem valósul meg, és aztán ehelyett jönnek úgymond az aknavetők. És hát 65-ig, ha jól tudom, akkor volt egy úgynevezett központi nehéz fegyver zászlója is a munkások. Tehát, hogy egy igen komoly erőről van szó. Hát tényleg elég sok minden nem hangzott el, igaza van hozzászólónak. Köszönöm. Kincsli Péter vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy annak idején nagyon érdekes történeteket hallottunk, hogy a Németh Miklós akkori miniszterelnöknek komoly szerepe volt állítólag a munkásőrség lefegyverzésében, és hogy ezt nagyon bravúrosan oldották meg, hogy egyszerre, egy időben szállták meg az akkori honvédség speciális alakulatai a munkásőr laktanyákat, és aztán hát így leszerelték, és így nem tudtak beleköpni a levesünkbe kvázi. De azért annyira olajozottan ez nem ment egyébként, ahogy sokan állítják, mert egyrészt nem tudták egy nap alatt lefegyverezni a testületet, tehát volt, ahova október 25-26-án vették át az őrzést a Magyar Néphadsereg alakulatai. Tehát nem ment azért ez olyan olajozottan, sőt volt olyan is, ahol a munkásőrök mutatták meg, hogy hol van a munkásőr objektum. Tehát ilyenek a dolgok azért akadtak. Hát ugye Németh Miklós szerepe azért, hát hogy is mondjam, hát ugye amit említettem, hogy október 16-án volt ez a minisztertanácsi ülés, amin határoznak a munkásőrség megszüntetéséről, egyrészt, másrészt pedig egyfajta ilyen területvédelmi alakulat felállításáról, ami tulajdonképpen végül nem valósul meg. Azért Németh Miklós szerepe és helyzete azért, hogy mondjam, nem volt könnyűnek nevezhető a korszakban, hiszen ha meggondoljuk azt, hogy a testület fennállása alatt 1956 és 1989 között körülbelül 200 ezer munkásőr volt, ugye nekik voltak családtagjaik. Tehát, hogy itt azért volt egy úgymond szavazó bázis is, akiket azért figyelembe kellett venni másrésztről. Tehát ez nem is mehetett olyan könnyen a testületnek a feloszlatása, mint ahogy a sokan igyekeznek utólag ugye bemutatni. Illetve hát ugye az MSZNP pártagságnak is jelentős részét alkották a munkásőrök, tehát ezt nagyon ki kellett csapkozni, mikor és hogy és hol, hogyan oszlatják fel a testületet. Még annyit tennék hozzá, hogy tényleg ez a lavírozó magatartás nagyon jellemző volt rá. Gyakorlatilag az utolsó pillanatig szinte lebegtették azt, hogy ezt föl fogják számolni a testületet. Most ennek a részleteiben nem mennék be, de azt hiszem, hogy 1989. szeptember 12-13-án volt az MSZNPKB-nek azt hiszem egy ülés, és ott Borbély Sándor, a munkásőrség akkori parancsnoka, pontosan ezeket az egzisztenciális szempontokat is előtérbe torva fölvetett, hogy akkor most már mondjanak valamit, mert hogy itt vannak az emberek, akik most leszünk, nem leszünk, megszűnünk, nem szűnünk, már hogy a kertek alatt kell jóformán menni, mert szégyelni kell a munkásőr egyenes, stb. Tehát, hogy volt egy ilyen, és ugye az utolsó utáni pillanatig kivártak, gyakorlatilag már az MSZNP sem létezett, amikor megszületett a 30. törvénycikk. Szóval annyit azért mindenképpen hozzá kell tenni, hogy 1989-nek nem csak forró tavasza volt, célzok itt a március 15-i tüntetésre, hanem forró ősze is volt. És ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ebben azért a nemzetközi helyzet, a pan-európai piknik, a kelet-német történet és sok minden más azért alapvetően behatárolta azt a mozgásteret. És még egy. Nem lehetett tudni, hogy Gorbacsov miképp fog dönteni. Tehát mindaddig, ameddig Moszkva szabad utat nem adott bizonyos folyamatoknak,
beleértve egész az NDK megszűnéséig tartó folyamatot, addig bizony Budapesten is hezitáltak számos kérdésbe. Én soha nem felejtem el, amikor Grósz hazajött Moszkvából, és akkor vezettem azt a tényfeltáró bizottságot, amelyik a törvénysértő pereket hát igyekezett helyrehozni, ami helyrehozhatatlan volt valójában. És akkor behívtak minket a Fehérházba, és Grósz így feltette kettőnknek azóta meghalt Szakács Sanyinak a kérdést. Na maguk neves történészek mondják, hihetünk-e Gorbacsovnak, vagy nem? Na most a magyar pártvezetés kb. Ezen a szinten volt, hogy higgyen, ne higgyen. De ennek tükrébe is kell ezt az egész munkáső problémát nézni, és mindazt, amik ekkor vezető pozícióban volt, egy kétségtelen tény a ide nem messze lévő Honvédelmi Minisztérium döntő szerepet játszott abban, hogy a kormányzat megmerte lépni azt, amit meglépett utóbb. Ez egyértelműsíthető, beleértve a december 16-ai varsói szerződéses találkozót is, ami aztán a romániai folyamatokat alapvetően határozta meg. Kárpáti Ferenccel és sok mindenki mással. Fodola és vezérezredes vagyok, a Magyar Honvédség volt parancsnok vezérkari főnöke. Röviden csatlakoznék ez a munkásőrség felszámolásának a történetéhez, én személyesen részt vettem benne fiatal tisztként. Nevezetesen, amikor megvolt ez a kormányhatározat, akkor a honvédelmi miniszter úgy jött már vissza a minisztériumba, hogy kijelölt annak a bizottságnak a vezetőjét, Ungvár Gyula vezérőnök személyében, aki ezt az egész folyamatot végig egy bizottsággal ellenőrizte, de azt tudni kell, hogy ez nem ilyen hosszú kések éjszakájaként történt, hanem lévén a munkásőrség egy országos szervezet volt, minden katonai helyőrségben is ott voltak a munkásőr parancsnokságok, tehát gyakorlatilag a helyőrségek, a néphadsereg helyőrségek parancsokai kapták azt a feladatot, hogy a mindenek előtt az első feladat az volt, hogy a fegyvereket és a lőszert kell úgymond, hát begyűjteni, nem begyűjteni, mert ott maradtak ezek tulajdonképpen, csak éppen elvettük tőlük, ez az igazság, meg a híradó technikai eszközöket, ez is egy fontos dolog volt. A második rész, amelynek én voltam a vezető, az pedig az objektumaiknak az elvétele volt, ez egy hosszabb folyamat volt egyébként, ez eltartott 2-3 hónapig, és ebben voltak aztán ellenállások különböző helyeken, ahol bizony a magyar, akkor még néphadsereg voltunk, bizony lehazároztak bennünket az ottani parancsokok, akiktől át akartuk venni ezeket az objektumokat, úgyhogy ez egy nagyon feszes és idegörlő folyamat volt, mire ennek a végére értünk. Nekem egy kérdésem lenne itt igazából, mert elhangzott több olyan fegyelemsértés, bűncselekmény, amelyet a munkásőrség hivatalos állománya, nagyon helyesen egyébként, ugye már fegyveres testület volt a végén, hogy az nem hangzott el, hogy amikor elkövették ezeket a bűncselekményeket, ezek a különböző szintű személyek, ezek fölött milyen bíróság, milyen ügyészség ítélkezett? Mert akkor még volt katonai bíróságunk, volt katonai ügyészség, és nem nagyon hallottunk például arról a nevezetes ügyről, ahol a munkásőr első ügyészségébe kinyírta az egész családját, hogy akkor azzal mi lett például. Mert a munkásőr sorkatonák, mi csak így hívtuk őket, akik önkéntes, szabadidős munkásőrök voltak, azok egy más, azok nyilván polgári bíróságok előtt feleltek, de ezek miután fegyveres testületté vált valamikor, én azt most nem tudnám megmondani, hogy mikor lett fegyveres testület tulajdonképpen a munkásőrség, mert a fegyveres erők akkor a Magyar Néphadsereg és a Határőrség volt, a fegyveres testületek pedig a BM alakulata, illetve a rendőrség. De közben ehhez fölzárkózott aztán nagyon keményen a munkásőrség is. Tehát milyen fegyelmi eljárásokban részesültek, mert mi sem nagyon értesültünk erről abban az időben. 1976 egy cezúra, onnantól kezdve egyértelműen a katonai bíróság első és másodfokon, azt megelőzzen pedig egy olyan barba trükk, hogy polgári bíróság, de az ülnök rendőr vagy katona, tehát magyarra fordítva egy felemás megoldás volt, de volt úgy, hogy például, hogy a budapesti katonai bíróság tárgyalt első fokon, másodfokon a legfelső bíróság katonai kollégiuma, és volt úgy, hogy fővárosi bíróság tárgyalta az ügyet, és a legfelső bíróság büntető kollégiuma. Tehát az ex lex állapot valójában fennállt, 1976-tól lehet azt mondani, hogy egyértelműen a honvédelmi törvény kapcsán ez katonai bíróság hatáskörébe került. Az abszolút zárt tárgyalások, persze.
A másik dolog, ami miatt mondjuk nem lehetett arról hallani, hogy mi lett ezekkel az emberekkel, hogy nagyon gyakran hát ilyen ennyi-bennyi büntetéseket kaptak szervezeten belül. Tehát visszatérvén erre a bizonyos általam említett Arató Jenő ezredesre, ő egészen elképesztő módon egy ilyenfajta randalírozást, aztán később anyagi természetű visszaélést, ezt megúszott dorgálás, úgynevezett dorgálás pártbüntetéssel, és a helyetteseit, meg azokat, akik szemtanúi voltak ebben a dologban, azokat váltották le és helyezték át. Tehát ez volt a másik oka, hogy mi lehetett. Egyébként azért azt meg kell mondjam, hogy nyilván szerepe lehetett annak, hogy kinek milyen úgymond párt vagy bekötése lehetett magasabb pártszintekre, mert ugyanakkor tudunk olyan munkásőrvezetőkről, akiket viszont rövid úton elkaszáltak, az sem kapott nagy publicitást. Ugyanakkor az éremnek a másik oldala, van olyan halálos ítélet statáriális bíróság által, ahol az illetőt kivégzik, kiderül, hogy alaptalan volt, és ami teljes novum a Kádár-korszak történetében, 3 évre ítélik gyilkosság bűncselekményére a bíróság, a katonai bírót le is tölti, és utána megy Cseper, vagy aztán természetesen jogtanácsosként fejezze be a pályáját, de ami a dolognak a lényege, hogy ilyen is van, tehát nem csupán a Aratóféle sztori, ahol ennye-bennye, hanem bírót például felelősségre vonnak, mert alaptalanul ítélt halálra valaki statáriális eljárás keretében. Ügyészeknél is tudunk ennek, tehát nagyon, hogy mondjam, szórta a kép ebben a vonatkozásban. Jakus János vagyok. 3 megjegyzést szeretnék tenni. Elhangzott a határőrséggel kapcsolatosan, hogy milyen vezetési rendszert működtetett. Tehát annyit azért tudni kell, hogy egy fegyveres testületnek a riasztási rendszere és az alkalmazási terveinek el kellett készülni, és ezek a munkásközösségnél is megvoltak. A másik megjegyzés. Életem egy szakaszában alkalmam volt Kárpáti Ferenc vezérezredes honvédelmi miniszter visszaemlékezésének a elkészítésénél segítkezni. 1980 és 1990 közötti időszakot öleli föl ez a visszaemlékezés. Leírja, illetve el is mondta a halála előtt is a miniszter, és alátámasztva Fodor tábornok úrnak a megjegyzését, hogy a honvédség kijelölt alakulatainak komoly szerepe volt a határőr, illetve a munkásőrségnek a felszámolásában. Ez elvitathatatlan. A 3. megjegyzés a fegyelmi ügyekkel kapcsolatos. Elhangzott itt Borbély Sándornak a neve. Megtörtént az eset közte Borbély Sándor és Básti ezredes között. Ő a 11. harckocsi hadosztály parancsnoka volt. Tetlegességig jutott a dolog. Básti ezredest leváltották. Tudomásom szerint az 5. hadsereg kiképzési osztály vezetője lett, és talán innen is ment nyugdíjba. Borbély Sándornak nem történt baja ebben a vitában. Gondolom, tábornok úr ugye ismerte az eset. Igen, köszönöm szépen. Cirok Péter vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy vannak-e arra adatok, hogy a munkásőrségnek volt-e valamilyen szerepe a taxisblokád szervezésében? Ugyanis én, amikor arra jártam, a volt munkahelyem 2 munkásőr vezetőjét láttam különböző hidaknál, ott a járművek elhelyezkedését vezényelték. Hogy ez most véletlen volt-e vagy sem, azt nem tudom. Azért kérdezem, hogy volnak erre valamilyen adatok. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy véletlenszerűségről lehetett szó. Valami fajta dokumentum biztos, hogy nincs. Magyar Eszter vagyok, és azt szeretném megkérdezni, hogy a kutatásokban van-e lehetőség az irattári, levéltári kutatások mellett az oral historinak a módszerét alkalmazni, mert azt hiszem ez a 24. órában lenne a munkásőrséggel kapcsolatban. Ez így sokkal, amint csak azt tudom mondani, itt ül mellettem a kis Dávid, ő interjút csinálhatott Németh Miklós miniszterelnökkel, tárgyalt a Markovics Ferenccel, aki szintén egyik részese volt ennek a folyamatnak. Én úgy gondolom,
dokumentumfilmek készültek, tehát én úgy gondolom, hogy a munkásőrség felszámolásának történetével kapcsolatban elhangzott itt a Kárpáti Ferenc visszaemlékezésének a készítése, az oral historival nincsen gond. Ez nem egy olyan történet, sokkal, mint az AVH történet, vagy minden más, ahol azért egyéb szempontok is figyelembe jönnek. A munkásőrségnek nem volt idézőjelben olyan áldozatos szerepe, és ebből fakadóan könnyebben lehet szóra bírni számos embert. Hát én megköszönném mindenkinek a részvételt, és van egy ünnepélyes bejelentésem. Mi a 24-ek voltunk, nem a 24. órában, hanem a 24. rendezvényen. A legközelebbi egy jubileumi rendezvény lesz a Veritas esteken. Elég érdekes téma, ármentesítések, folyószabályozások a dualizmus korában. Erre április 4-én kedden fog sor kerülni, ugyancsak itt. Herman Róbert kutatócsoport vezető lesz a moderátor, Kovács Kálmán Árpád tudományos munkatárs lesz a Veritas intézet részéről, illetve Fejér László címzetes főiskolai docens. Ha valakinek április 4-éről valami emléke van, búcsúzul, azért annyit hadd mondjak el, ez nem a felszabadulás, ez a vödör ünnepe volt. Ekkor esett az ország csöbörből vödörbe. Úgyhogy én köszönöm szépen a részvételt, viszontlátásra!